hóhelyzetről. Január 24-én hajnali 4 órától 18 óra alatt 30 centis vastagságban 6 millió köbméter hó hullott a fővároson. A mellékutcákban még jócskán akad lapátolni való, ez igaz. De a közterület fenntartó vállalat az éjjel mégis derekas munkát végzett. A 140 gép és az 5500 rendkívüli hómunkás a tömegközlekedési útvonalakat megtisztította, így ma már senki sem késett el munkahelyéről. A főváros mintegy 1000 kilométernyi úthálózata jól járható. Ferihegy még a délelőtt. A repülőtéri hómarók és a pályatisztító berendezések egész éjjel dolgoztak, hogy a főváros légikikötője ma reggeltől fogadni és indítani tudja a hazai és a külföldi járatokat. Mint ismeretes, tegnap több száz magyar utas maradt Bécsben és más külföldi repülőtereken. Ma azonban már valamennyien visszaérkeztek Budapestre. Mint felvételeink bizonyítják, a 30-40 centis hó ellenére a repülőtér békés hétköznapjait éli, menetrendszerűen indultak és érkeztek a járatok. A kereti megyékben holnap is csak nagyon lassan csökken a felhőzet, illetve mérséklődik a szél. Még több felé várható havazás. A nyugati megyékben változóan felhős idő lesz, számottevő havazás nem várható. A szél mérséklődik. A hőmérséklet csúcsértéke a sok éves átlaghoz közel, kevéssel 0 fok fölött alakul.